aki itt az embercsempészetnél, illetve a migránsokkal kapcsolatban intézkedett. Köszönöm az együttműködést, illetve a részvételt. CB Rádión köszönték meg az elfogásban résztvevő rendőrök munkáját a kollégáik, miközben egyikőjük megmotozta a buszmegállóban az illegális migránsokat. Az embercsempészt az M9-es úton akarták igazoltatni, ám nem állt meg a rendőri felszólításra, ekkor kezdték üldözni. Végül Szekszárdra menekült a kocsijával, a Tolnai megyeszékhely belvárosában több rendőrautó is üldözőbe vette. A bűnöző aztán az elkerülő út mellett egyszer csak lefékezett és a bérházak közé szaladt. A kocsiban csak az 5 migráns maradt. Ezek már a pénteki felvételek. A rendőrök bilincsben és vezetőszáron kísérték a bíróság épületébe a grúz bűnözőt. A bíró arról döntött, hogy elrendelje a 30 napos letartóztatását. Végül úgy döntött, ez indokolt, ugyanis szabadlábon hagyása esetén, véleménye szerint, az embercsempész megszökhetne. Az ügye első tárgyalására várhatóan néhány napon belül kerül sor.